felületek nagysága és a súrlódási erő kapcsolatát fogjuk vizsgálni. A felületeken mindig az egymáshoz érintkező felület nagyságát is értem. Jelen esetben a kis falsávomat két különböző méretű felületre fogom lehelyezni az alátámasztásomra, és ezen fogom mozgatni egyenletes sebességgel. Közben nézem a húzóerőt, ami tájékoztatást ad nekem a súrlódási erő nagyságáról. Mindkét esetben az anyagi minőségem azonos, hisz mind a két felület fából készült. Első esetben elhelyezem a nagy felülettel az asztal alapjára. Elkezdem húzni, és azt olvashatom a rugós erőmérőről, 0,15 newtonos erővel kellett húznom, hogy állandó sebességgel tudjam mozgatni. Ezután átfordítom egy kisebb felületre, ahol kisebb felületen érintkezik az alátámasztással, és itt is elkezdem mozgatni. Az egyenletes mozgáshoz itt is 0,15 nagyságú erőre van szükségem. Ebből azt a tapasztalatot tudom levonni, hogy a súrlódási erő nagysága nem függ az érintkező felületek nagyságától.